Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A hetedik helyen várja a tavaszi folytatást a Nyíregyháza Spartacus. Bennmaradás jelentő helyen áll a Szuperligában az NTK. Jobb tavaszi szereplésben bíznak a nyírbátori férfi kézilabda csapatnál. Szentes Lázár a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója. Átlagos őszi idény zártak a megyei futballbajnokságok. A hetedik helyen várja a tavaszi folytatást a Nyíregyháza Spartacus, amely 10 győzelem mellett egy döntetlent játszott és 9-szer szenvedett vereséget. Lengyel Roland irányításával legutóbbi 6 meccsét megnyerte a csapat. Ugye a 18. helyen vettük át a csapatot, egy nagyon nehéz helyzetben. Két forduló pontja volt ennek a 6 mérkőzésnek. Az első az biztos, hogy a szegedi mérkőzés. Ez egy nagyon nehéz helyzet volt. Ugye utánpótlás játékosokkal is fel kellett tölteni a keretet. Nagyon sok sérült volt, eltiltott, de nagyon jól reagáltak igazából a játékosok. Azt mondtam nekik, hogy bármelyik csapattal lépünk pályára, hazai pálya mindig a győzelem a legfontosabb, és győzelmi eséllyel tudunk pályára lépni. Ez is látszik, azért elég erős a keretünk. Nagyon szépen és nagyon fegyelmezetten lehoztuk azt 3-0-ra a mérkőzést. Utána volt egy hét szünet, és utána utaztunk Szolnokra, az volt a másik fordulópontja. Szolnokon azért nem nagyon szoktunk győzni járni egyébként, és azt mondtam a csapatnak is, hogyha azt meg tudjuk nyerni, akkor valószínű, hogy a hazai mérkőzéseket már lendületből be fogjuk darálni. Ez így is történt. Váci meccs nyögvenyelősen, de itthon tudtuk tartani a 3 pontot. A Csákvárnál, mert azért helyenként jól játszott a csapat, ott is 3 pontot szereztünk, majd érkezett hozzánk a Budaörs, amikor már a játékra se lehetett panasz, teli önbizalommal voltak a játék. Nagyszerű mérkőzés játszottunk, 4-0-ás győzelmet arattunk hazai pályán. És most a dorogi mérkőzés volt igazából, oda is felkészültünk. Az bebizonyította a csapat, hogyha kellett, akkor sárfociba, kellett harcolva, ha kellett futballozva, nagyon egységesek voltak, mentálisan nagyon erősek voltak, és ez vezetett igazából a sikerhez. Ugye változtattunk egyébként a játékrendszeren, és megpróbáltunk egy olyan stílust, egy olyan játékrendszert kitalálni a csapatnak, amiben eredményesek tudnak lenni, a megfelelő játékosokat a megfelelő posztra rakni. Ezt megértették, tudtunk rotálni is egyébként, ezt is nagyon jól fogadták a játékosok, és ez igazából megvannak az egyéniségeink, akik eldöntik mostanában a mérkőzéseket, de a győzelmeket azokat a csapat nyeri meg, és ezt nagyon jól fölfogták a játékosok, és ők nagyon szervezetten és csapatként tudták lehozni ezt a 6 mérkőzést. 6 fordulóval ezelőtt még hátrafelé kellett tekingetni, most már viszont lehet azt mondani, hogy látótávolságban vannak a feljutó helyek is. Foglalkoztok ezzel? Igazából, amikor az elnök úrral beszéltünk, az volt az elsődleges szempont, hogy a kieső zónából elkerüljünk, és stabilizáljuk magunkat a középmezőnybe. Azt gondolom, hogy ezt teljesítettük. Aztán, hogy mit hoz a jövő, nem tudom. Remélhetőleg, hogyha ezt a szériát tudjuk folytatni, amire azért nagyon kevés példa van az elmúlt időszakot tekintve, akkor biztos, hogy esély van bármire, de én azt gondolom, hogy maradjunk a földön, maradjunk szerények, csináljuk tovább a munkát, és majd meglátjuk, hogy melyik helyen tudunk végezni. Természetesen a legmagasabb pozíciót, amit el lehet érni, ott szeretnénk végezni a bajnokságban. Mikor találkozik a keret, mit lehet tudni már biztosat a felkészülésről? Január 6-án találkozik a csapat, megkapták az egyéni programokat igazából, remélhetőleg, hogy el is végzik, és úgy érkeznek vissza, nem nulláról kell elkezdeni a felkészülés. Nagyon rövid lesz egyébként, mert február 3-án már kezdődik a bajnokság. Január 17-én utazunk Törökországba, egy 10 napos edzőtáborba, 26-án jövünk vissza, és utána kezdődik egy hétre rá a bajnokság. Lesz esetleg változás a játékos keretben, vagy egyáltalán érdemes-e ilyenkor változtatni? Igen, hát változtatni azért mindig kell, a vérfrissítés kell. Nem lesz nagy mozgás egyébként a csapaton belül. Amúgy is én azt vallom, hogy kevés játékosnak kell mozgni. Főleg, hogy ilyen eredményt értek el, ők bebizonyították azért, hogy lehet rájuk számítani, de 2-3 érkező biztos, hogy lesz, és lesznek távozók is természetesen.
A nyolcadik még bennmaradás jelentő helyen áll a Szuperligában a Nyíregyházi Teke Klub együttese. Az NTK 4 győzelem mellett 7-szer szenvedett vereséget. Nagyszerűen indultunk, rögtön idegenben a Győrt sikerült leküzdenünk, és a hazai mérkőzésénk is úgy alakultak rendre, itt gondolok a Kaposvár ellen, az Ajka ellen, hogy diadalmasan hagytuk el a küzdőteret, majd azt követően mentünk Kazincbarcikánról, szintén nyerni tudtunk. Most én nem szólalnám természetesen a 4 kiemelkedő csapatot, a Szegedet, a Répszalakot, a Legelszeget és egy Fradit, mert ők tényleg más kávéházat képviselnek most ebbe a Szuperligába, de az utáni produkciónk, az utolsó 3 forduló az igazából, ami csalódás volt számunkra. Úgy gondolom, hogy ott tudtuk volna megalapozni a következő fél évre való sikerünket, a biztosabb bennmaradásunkat, és rendre ezek a mérkőzések szálltak el. Rögtön első sorban itt a Szent Gotthárd elleni hazai vereségre gondolok, illetve Szolnokon csupán 6 fával kaptunk ki, azt lehet mondani, egy nyert állásból már. Még a zárófordulóban a kieső előtt Köfém is meglepett bennünket hazai pályán, és ez az utolsó 3 forduló, ez tényleg borzasztó nagy csalódás volt. Jó magamnak is és a játékosainknak is, bár ettől függetlenül még a vonal felett van a csapatunk, mert 8. helyen posztolunk most a téli szünetre nézve, de ha azt nézzük, hogy a Győr, aki az 5. helyen áll, 10 ponttal van végül is a tabellán, 2 ponttal előttünk, akkor mindenképpen látható, hogy borzasztó sűrű ez a középső hátsó alakzat. Minek köszönhető ez az őszi szezon végén elvesztés? Egy picit talán megnyugodtatok, hogy nagyon jól jöttek a pontok az első 2/3-ában a szezonnak? Mindenképpen megnyugodtunk, ezt lehet mondani, és akkor volt rajtunk inkább úgy gondolom egy kötelező győzelmi rész, és rögtön, hogy a Szent Gotthárd akkor abszolút kieső jelölt volt, bár jó erőből álló Szent Gotthárd látogatott el hozzánk. Tavaly évben éppen, hogy bennmaradtak a Szuperligába. Igaz, hogy mi feljutók voltunk, de ahogy mondtad, a Stéjár Tamással erősítve, illetve a Fehér Béla itt paradásával egy igen erős csapatot tudtunk összehozni itt Nyíregyházán, és ott valahogy nem úgy sikerülnek a hazai mérkőzéseken, a 3400 fát nem tudjuk elérni. Már volt 3330, 3331, 33, 34, és egyszerűen leragadtunk ezen a ponton, és hiányzik csapatszinten egy 70 fa. Több játékosunk is nincs csúcsformában, nem úgy jönnek a mérkőzések. Nyilván nem vagyunk profi játékosok, abszolút a szívünk visz előre minden egyes mérkőzésen, és sajnos kevesek voltak ezekhez a győzelmekhez, bár úgy gondolom, hogy a görcsösség nyomta rá folyamatosan a bélyegét a játékunkra, és nem sikerült valóban feltenni az íra a pontot egy nagyszerű őszi szereplésre, így megnehezítettünk a saját magunk dolgát, de abszolút nem kilátástalan a helyzet, nincs azért még vészhelyzet, tehát ez szó nincs erről, csak nagyon nehéz tavasz elé nézünk, és azt lehet mondani, hogy sok olyan riválisunkhoz látogatunk majd el, akik ellen bármire képesek vagyunk, és nagyon fontos pontokat kell majd elhoznunk, akár Kaposvárról, akár Ajkáról, egy Székesfehérvárról, Szent Gotthárdról, és megint csak az, hogy a hazai pályán majd rögtön először fogadjuk majd a Győr csapatát, ami egy kicsit olyan lökést adhat, és féket is adhat a csapatnak, tehát nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, de semmiképpen nem kilátástalan. Mennyi időre álltok le, egyáltalán leálltok az edzésekkel? Úgy döntött a csapatvezetés, a Cseszlai Sándor klubelnök, hogy semmiképpen nem szeretné, hogy leálljon a csapat, így tovább éreljük a tekecsarnokot a téli időszakra is, úgyhogy mindenképpen kell a mozgás, akár heti egy, akár heti 2 edzést, mindenki az idejét, ahogy tudja, erre áldozza majd, illetve az ünnepek között is lesz majd edzés. Januárban rögtön több játékosunk elmegy majd Szegedre a világranglista versenyre, ami minden évben megrendezésre kerül, az majd egy jó erőpróba lesz majd a fiúknak, és azt lehet mondani, hogy január végére úgy kell felkészülnünk, tervezünk egy edzőmérkőzést is a Debrecennel, vagy oda-vissza lapon, de mindenképpen úgy kell felkészülnünk, hogy hazai pályán a Győr ellen át tudjuk lépni végre ezt a 3400 fás hazai pontos határt, és akkor talán fontos 2 pontot tudunk már rögtön az első mérkőzésen majd behúzni, és az adhat majd igazán nagy lökést ennek a nyíregyházi csapatnak. A 7. helyen zárta az őszi szezont az NB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Csapos János együttese 5-ször győzött és mellette 6-szor szenvedett vereséget. Átalakítottuk a keretet, és olyan reménnyel indultunk neki a
bajnokságnak, hogy megfiatalítjuk az amúgy sem idős csapatunkat, de inkább az volt a célkitűzés, hogy a helyi fiatalokat jobban bevonjuk, nagyobb lehetőséget adjanak. Ez így elmondva szépen is hangzott, illetve meg is tettük az ehhez szükséges lépéseket, csak az élet az mindig érdekes forgatókönyvet produkál, és így volt ez jelen esetben is. Ugyanis az első mérkőzésünket csodálatos játékkal megnyertük az ősz folyamán, aztán jött utána egy zuhanó repülés. Az első 6 fordulóból ez az egyetlen egy győzelmünk maradt, és utána 5 vereség következett. Ekkor összedugtuk a fejünket, és úgy gondoltuk, hogy amennyiben továbbra is szeretnénk megmaradni az a klub, ami az elmúlt években jellemzett bennünket, hogy a nyíregyházi magasabb osztályban lévő klub után a Nyírbátor volt a második legeredményesebb klub már mióta átvettük az irányítását a klubnak, ezért lépnünk kell. Meg is tettük a lépéseket, úgyhogy 2 lövőposztra, beállóposztra, illetve irányítóposztra igazoltunk játékosokat. Itt 2 olyan játékos volt, akit nem is kellett igazolni, mert saját játékosunk volt, csak rábírtuk a visszatérésre, illetve 2 olyan igazolt játékosunk, aki aztán azt követő 5 fordulóban be is váltotta a reményünket, mert az 5 fordulóból 4 mérkőzést megnyertük, az 5-et azt sajnos elbaltáztuk, mert lehetett volna 5-ből 5 is. Így összegezve az ősz pontokban, illetve helyezésekben 7. helyen fordultunk, ez nem annyira vészes, a pontok tekintetében elmaradtunk az általam tervezett pontoktól, 10 ponttal fordulunk a 7. helyen, de reménykedem abban, ami az elmúlt években is jellemző volt ránk, hogy a tavasz mindig jól sikerült, ezt nem akarom előre elkiabálni, de reménykedem abban, hogy az idén is így lesz, és egy jó tavaszi hajrával akár dobogó közelbe is kerülhetünk ismételten, mint ahogy tavaly, illetve tavaly előtt is sikerült. Nevesítsük mindenképp azokat a játékosokat, akik szezon közben érkeztek. 2 olyan játékos volt, akit nem is kellett igazolni, mert Kovács Ákos, illetve a Pisák Tibor személyében 2 úgymond leállt, illetve visszavonult játékosunkat sikerült újra munkára fogni, és szívesen jöttek, tehát nem volt ezzel semmi probléma. Illetve irányító posztra a Kisvárdától ott ugyan kevesebb játék lehetőséget kapó Mészáros Ákost igazoltuk, illetve beálló posztra Nyíregyházáról az Illés Norbit igazoltuk, akik mondom az utolsó 5 fordulóban meg is tették azt, amiért tulajdonképpen igazoltuk, és bízom benne, hogy ez a tavasz folyamán csak még jobban meg fogja erősíteni a csapatunkat. Milyen színvonalú volt a bajnokság? A bajnokság, ez már évek óta elmondható, ez az északkeleti csoport nagyon erős. Tavaly ugye innen feljutó 60, aki jelenleg is az NB1B-nek az élmezényéhöz tartozik, illetve a tavalyi Salgótarján, aki most átkerült másik csoportba, jelenleg vezeti a másik csoportot, de az ide visszakerült Deac is nagyon komoly játékerőt képvisel, illetve hát a hagyományos klubok, a Kazincbarcik, a Füzesabony, illetve hát magunkat is ide sorolnánk, de a megyei klubcsapatok közül is a Tiszavasvári is, illetve a Kisvárda is jelentős játékerőt képvisel. Ugye nem csak a felnőtt csapatról szól a nyírbátori férfi kézlabda, nagyon sok utánpótlás együttesetek is van. Ők hogy szerepeltek? Kezdeném onnan, hogy amikor mi 3 évvel ezelőtt elkezdtük ezt az új felállást, akkor gyakorlatilag a felnőtt csapaton, illetve az ifjúsági csapaton kívül, amit azt is nagyon nehéz volt összeverbúválni, de az kötelező egy MB2-ben induló klubnak, 2 csapattal indulunk. Jelenleg 8 csapatunk van, az U9, U10, U12, U15, Serdülő, felnőtt, illetve a Nyírbátor 2 néven a megyei bajnokságban is eredményesen szerepel a valóban Nyírbátor fiatalokra épülő csapat, aki tavaly meg is nyerte a megyei felnőtt bajnokságot. Itt az alsóbb korosztályokban helyezések nincsenek, ugye U9, U10, U12, stb. Serdülő csapatunkkal tulajdonképpen
A tabella végén vagyunk, de egyre szorosabb, egyre eredményesebb játékot produkálunk. Köszönhető ez a nagyon lelkiismertesen dolgozó Kunákos edzőnknek. Ifjúsági csapatunkkal pedig a második helyen vagyunk a csoportunkban, úgyhogy akinek szintén Kunákos az edzője. Úgyhogy én úgy értékelem az utánpótlásnak a helyzetét, hogy egyre jobban meglátszik az a rengeteg munka, amit évekkel ezelőtt elkezdve belefektetünk ezekbe a korosztályokba. Visszatérve a felnőttekhez, mikor kezdődik majd a felkészülés? Január 7-én kezdünk, ugyanis a bajnokság az február 16-ával kezdődik, illetve azzal a hétvégével. Igyekszünk jól felkészülni, mint már mondtam, mi ebből preszt is szoktunk csinálni, hogy a tavaszunk annak acélosnak kell lenni. Remélem ez így lesz az idén is. December elejétől Szentes Lázár a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatója. A szakember számára a kisvárdai létesítményhelyzet és az akadémia kárpátaljai kapcsolatai jelentették a legfőbb vonzerőt. Mindenképpen az motivált, hogy itt látok olyan hajlandóságot és olyan infrastruktúrát, amiben úgymond megvalósíthatom az elképzeléseimet, hiszen annak ellenére, hogy pályafutásom edzői részét nagyrészt felnőtteknél és profiknál töltöttem, azért az elmúlt 10-12 évben már megtapasztaltam a utánpótlás nevelést, volt kifejezett funkcióm is, amikor szakmai igazgatóként felügyeltem az utánpótlást is, legyen az Magyarországon, vagy akár a közel-keleten. Mennyi ideje volt eddig ismerkedni a körülményekkel, milyenek az első benyomások? Nyilvánvaló, most olyan időszakba kerültem ide, amikor már vége van a bajnokságoknak. Az utolsó fordulót tudtam megnézni a két első osztályú csapatunk közül az U15-ös edzését és mérkőzését. Nyilván ott láttam őket már élesben, az edzések folyamán pedig folyamatosan nézem, hogy milyen állománnyal rendelkezünk, legyen az játékos vagy akár edzői állomány. Milyen plusz lehetőséget jelent az, hogy a Várda Labdarúgó Akadémia együttműködik a Munkácsi Akadémiával? Hatalmas lehetőség a Kárpátalja becsatolása. Ott is még bőven van helyünk a terjeszkedésre. Az idejövetelem egyik oka az volt, hogy ismerve a magyar utánpótlás helyzetet, a gyerekek számát és minőségét, mindenképpen plusz motiváció volt, hogy ezt a lehetőséget még jobban kihasználjuk. A másik nagyon fontos motiváció pedig a egész jó, majdhogy nem kiemelkedő létesítményhelyzet. Ugye egy utánpótlás nevelő akadémia feladat, hogy minél több játékos legyen a felnőtt csapat, nem csak a futballban, más sportákban is azt mondják a szakemberek, a legnehezebb a utánpótlásból a felnőtt sportba való átállás. Van erre recept egyáltalán? Van, persze, hogy van, mindenre van recept. Szerencsére, mert szerintem, hogyha megnézünk egy külföldi mérkőzést, vagy egy francia, belga, akármilyen nem nemzetközi válogatott meccset, vagy akármit, hanem inkább utánpótlásban is látjuk, hogy nagyon fiatalok is egész magas szintre föl tudnak jutni. Nyilván ezt a rendszert ki kell építeni. Olyan körülményeket kell teremteni minden téren, hogy a gyerekek egyszer eljussanak oda, hogy egyáltalán szóba kerüljenek a felnőtt első profi ligában, és ezt az utat kell nekünk úgy kiköveznünk, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen. Ki lehet tűzni valami határidőt arra, hogy mennyi idő szükséges ahhoz, hogy több saját nevelési játékos ott legyen majd az NB1-es csapat keretében? Persze, nyilvánvaló. De a legjobb az lenne, hogy a mostani 8-9 éveseinket fölhozzuk arra a szintre, de nagyon jól tudjuk, hogy az 10 év. Hát 10 év, meg 10 év, kinek van, nyilván egy fiatal játékosnak van 10 éve edzői pályafutásban, 10 év az nagyon sok. Nyilván utánpótlásról beszélünk, ott az mások a mértékek, hiszen látjuk, hogy a felnőtt profi rendszerben nem, hogy évek, nem 10 év, hanem még talán 10 hónap sincs sokszor, hanem csak 10 hét, de abban bízom, hogy ezt a rendszert nagyon alaposan ki tudjuk építeni, ez egy több éves rendszer, viszont azt jobban meg kell nézni, hogy a most rendelkezésre álló 17-18 éves, akár 16 évesek egy-két éven belül eljussanak néhányan arra a szintre, hogy kopogtassanak azon a bizonyos ajtón.
120 csapat kezdte, és egyre kevesebb fejezte be az őszi idényt a megyei futballbajnokságokban. Az igazgatóságon az ilyenkor szokásos adminisztratív munkát végzik, és a téli tornákat készítik elő. Egy átlagos idényt zártunk, szerencsére elég sok csapattal neveztek az együttesek, akár a felnőtt, akár az utánpótlás bajnokságokra gondolok. Kereken 120 egyesület adta be a felnőtt osztályokra a nevezést, majdnem ennyien be is fejezték, hiszen egyetlen egy együttes szűnt meg, illetve hát nem szűnt meg, hanem ki kellett zárnunk az ősz folyamán a megyei másodosztály Rétközberencs csapatát, hiszen háromszor ugye nem álltak ki egymás után, a többiek még versenyben vannak. Utánpótlás szinten volt 30 U16-os, illetve 40 U14-es csapat, valamint ugye a futszál korosztályos bajnokság is, amik már javába zajlanak, akár U17, akár U20, akár U15, nyugodtan mondhatom, hogy szép számmal jelentkeztek, emellett ugye a lányfoci is két korosztályban, U15 és U19-ben jelen van, mind a labdarúgás, mind a futszál szakákban, valamint az öreg fiúknál is 6 együttes verseng egymással. A pályán is a nézőtéren történteket tekintve milyen volt a helyzet a fegyelem terén? Erre azt kell mondanom, hogy egy picikét most több esemény történt, mint az elmúlt években. Sajnos előfordult olyan, hogy a pályán a játékos is elvesztette a fejét, és fizikálisan bántalmazta a játékvezetőt. Erre nagyon ritkán van példa, nagyon ritkán fordul elő az ilyen eset. Most sajnos volt ilyen, természetesen a fegyelmi szankciója megvan. Több évre ugye eltiltotta a fegyelmi bizottság a labdarúgástól az ilyen játékost, de ez itt nem áll meg, hiszen ez, mivel polgári törvénykönyv hatályt is szeg, így értelemszerűen ez az ügy azért még más mederben is folyik. Nézőtéren is volt egy-két atrocitás, de ott olyan különösebben komolyabb történés nem volt megfigyelhető. Elsősorban inkább a rendezési hiányosságok, amik úgy előfordultak, de úgy összességében egy-két eset kivételével én azt hiszem, hogy nem volt komolyabb probléma. Mi a helyzet infrastruktúrális téren? Épülnek-e új pályák, szépülnek a létesítmények? Szépülnek a létesítmények, ezt nyugodtan kijelenthetem. Ebben a szezonban is volt az ősszel most több olyan csapat, az összes osztály figyelembe véve, aki például vagy minden mérkőzését idegenben játszotta, vagy éppen most minden mérkőzését odahaza játszotta, mert tavasszal fog a létesítménye megújulni, és akkor nem lesz ugye lehetőség hazai bajnokit rendeznie. Emellett is szépültek folyamatosan létesítmények, úgyhogy mellette még lehetett bajnoki mérkőzéseket játszani. Új pályák épüléséről jelenleg, ha mi nagy pályát élet nem tudok, de természetesen csinosodnak az öltözők, a kispadok, a pályák. Játékvezetői téren mi a helyzet, van elég létszámát és minőségét tekintve? A létszámot tekintve úgy igazából meg lenne a játékvezetői létszám, hiszen ha azt mondom, hogy ilyen 160-170 megyei létszámmal dolgozhatunk papíron, akkor az elégnek tűnne, de ugye a munkahelyi egyéb elfoglaltságok miatt, magánjellegű elfoglaltságok miatt átlagosan azért 20-30 játékvezetőre hétvégenként nem számolhatunk, így már azért azt kell mondanom, hogy a létszám sem eléggé megfelelő. Bízunk benne, hogy most a következő januárban induló játékvezetői tanfolyamnál szintén fognak sokan jelentkezni, és közülük azért sokan maradnak is a játékvezetői pályán. A szezon zárása, aki gyakorlatilag a megyei válogatott a pályán megnyerte az éjszakát is elejtező tornát, aztán önhibájukon kívül nem jutottak az országos döntőbe, de gondolom méltóan képviselték ettől függetlenül a megyét. Mindenféleképpen azt kell mondanom, hogy le a kalappal a srácok előtt, mind a szakmai stáb, mind a játékosok, mind a pályán, mind a pályán kívül példamutatóan képviselték Szabadszatmáberek megyét. A pályán egyértelműen a legszebb játékot nyújtották, és nyugodtan mondhatom, hogy a legeredményesebbet is, akár a legtöbb ugye gólt mi rúgtuk, a legkevesebbet mi kaptuk, és hát a pályán a legtöbb pontot mi szereztük, de ugye volt egy olyan mérkőzés, amihez nekünk igazából közünk nem volt, és sajnos nem igazán sportszerűen az utolsó mérkőzés után óvta meg az a csapat, a Heves megye ugye azt a mérkőzést, ami úgy gondolom, hogy egy ilyen tornán nem fér bele, de hát lelkük rajta. Úgyhogy a srácok eljut le a kalappal, nagyon sajnálom őket, és nagyon bízok benne, hogy két év múlva a srácok jelentős része még szintén olyan aktív labdarúgó lesz, és olyan teljesítményt fog tudni nyújtani, hogy a megye válogatottban meghívást kap, és majd két év múlva bizonyíthatnak. A holt szezonban sem áll meg a munka, itt a megyei igazgatóságon sem, és hát a csapatok is előbb-utóbb elkezdik majd a felkészülést. Milyen programok, tornák várnak rájuk a bajnoki folytatásig? Egyrészt ugye a futszál szakágat említettem ott, ahol tényleg U11-től kezdve U20-ig minden korosztályban, tehát 5 korosztályban folyamatosan versenyeztetjük a csapatokat, akik jelentkeztek. Nyugodtan mondhatom, hogy a téli holtidőben azért nagyon sok csapat él ezzel a lehetőséggel. Női szinten is U15-U19-ben, fiú szinten meg 5 korosztályban. Emellett viszont labdarúgás szakákra kiírunk ugye két tornát, egyrészt a műfűes nagypályás tornát a felnőttek részére, ahol 50 csapat jelentkezését vártuk, és ez az 50 csapat ez jelentkezése meg is történt.
történt. Négy helyszínen a már megszokott Tarpa, Kisvárda, Nyírbátor és Nyíregyházi helyszíneken fognak játszani, minden csapat négy mérkőzést. Ez január 25-én kezdődik és február 16-áig tart ez a torna, valamint a 8. alkalommal már megrendezzük idén a Nyírerdő kupát is. A teremtornánkat, amit szintén ugye megyei felnőtt csapatok részére szervezünk, itt 30 csapat jelentkezését várjuk, itt még lehet nevezni. Mikor kezdődik az átigazolási időszaka, és melyek a legfontosabb kritériumok? Január 15-től február 14-ig tart az átigazolási időszak, 2020-ban is, ahogy az elmúlt években, és hát az se újdonság, hogy télen csak és kizárólag az átadó, tehát a futballista jelenlegi klubjának a beleegyezésével történhet meg az átigazolás, illetve télen a felnőtt korú játékosért is kérhető működési költségtérítés, a felnőtteknél a két klub eltekinthet ettől, az utánpótlásban viszont továbbra sem. Mikor rajtol majd a tavaszi szezon? Február 23-án a megyei első osztállyal, a megyei másod-harmad osztály két hét múlva rá, és utána értelemszerűen folyamatosan a különböző utánpótlás bajnokságok és az öreg fiú bajnokság is elrajtol. Ez volt az utolsó sportszelet a 2019-es esztendőben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk már 2020-ban, a viszontlátásra!